Mentoráltak 2014-2015. A Kiválóságok Klubja egyik mentoráltja, Kis Flóra énekes. Flóra Celdömölkön egy olyan családban nőtt fel, ahol szülei zeneszeretete egész gyerekkorát átszőtte, és ezáltal jövőjét is meghatározta. A családomban édesapám főként az, aki nagyon igényes zenéket hallgatott, és szépen lassan így a bőröm alá kúszott ez a dolog, és én is elkezdtem énekelgetni. Először csak magamnak, nem igazán hallott senki, és aztán úgy egyre hangosabb lettem, és aztán meghallott valaki, és azt mondta, hogy te figyelj, tudsz énekelni? Akkor még úgy nem vettem komolyan ezt az egészet, hogy ezt lehet mint szakmát csinálni. Érettségi után jelentkeztem egy kommunikációs média szakra, és ott 2 évet meg is csináltam. Tanulgattam, meg készülgettem az éhákra, de többet foglalkoztam az énekléssel, meg a zenével, mint bármi mással. Úgyhogy el kellett gondolkoznom, hogy ha nem tudok másba ennyi energiát fektetni, akkor valószínűleg ez az út, amin el kell indulnom. Flóra miután már 2 évet elvégzett a Kodolányi János Főiskola kommunikáció és média szakán, eldöntötte, hogy jelentkezik a Kőbányai Zenei Stúdióba, ahova első nekifutásra fel is vették. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt az életemben. Letettem valami mellett úgy a voksomat, hogy nem azért csak, hogy legyen valami, és tanuljak valamit, és ne legyek egy elveszett ember, hanem mert ezt szeretem csinálni, ez nagyon fontos szerintem, hogy legyen az embernek ehhez bátorsága. És onnantól kezdve gyakorlatilag így megváltozott az egész életem. Olyan közegbe kerültem, ahol mindenkit ez érdekel, a zene, az éneklés. És egy ilyen közegben teljesen átalakul az ember, tehát hogy ez maga a paradicsom szerintem annak, aki ezzel szeret foglalkozni. Waiting for the train, when it's feeling near as faded as my dreams. Az egész intézménynek van egy szellemisége. Én azt szeretném elérni, ami persze a nehezebbik része a dolognak, hogy ne megfeleljenek a gyerekek a közízlésnek, hanem inkább olyan dolgokat csinálják, amiben formálják. És hát ehhez kellenek ilyen emberek, hiteles emberek tulajdonképpen, és nagyon tehetségesek természetesen, mint például a Flóra. Már az első osztályban, amikor még nem az én növendékem volt, már akkor felfigyeltem rá, hogy mennyire érett, mennyire mély ízléssel bír, és maga a hangszín, amin énekel, az is egy nagyon különleges dolog. Tulajdonképpen 1 év volt, amit én tanítottam, és aztán 1 év után jött annak a lehetősége, hogy jó, akkor az általam vezetett nagyzenekar a Modern Art Orchestra mellé Flórát és egy másik évfolyamtársát meghívtam, hogy legyenek ők a nagyzenekarnak a vendégei. Flóra a Modern Art Orchestra mellett Fekete Kovács Kornél több formációjával is rendszeresen fellép, énekel a Budapest Voices-zal. Több más produkció mellett Szalóki Ági koncertjein is vokálozik. Kipróbálta már magát az elektronikus zene, a hip-hop, a pop, valamint a jazz műfajában. A Volimus nevű elektronikus formációban pedig nem csak énekesnőként, hanem szerzőként is közreműködik. Könnyen alkalmazkodom és érzékeny vagyok a különböző műfajok sajátosságaira. Rengeteg dolgokban vagyok benne, és minél több dolgot csinálok egyszerre, annál inkább körvonalazódik az, hogy mivel akarok én foglalkozni, és mit akarok én csinálni. Hát ez egy saját zenekar terve, ami már elvileg körvonalazódott és elindult. Saját lemez szeretnék, saját dalokkal. Nem véletlen az, hogy ő mondjuk a Budapest Voices-nak a szólistája, vagy különböző projekteket csinál, és már köré lehet szőni dolgokat. Ő egy olyan muzsikus, akire érdemes lesz odafigyelni. Én azt gondolom, hogy a tehetség és a hozzá kapcsolódó szakmaiság terén az ő fejlődése az most megarantált. Mindig hittem abban, hogy lehet az ember kvázi hobbi a munkája. És most abban az élethelyzetben vagyok, vagy abban a korszakában az életemnek, amikor ez működik is, hál' Istennek. Édesapám mindig azt mondja, hogy az út a cél, és én is így érzem. Én ahhoz ragaszkodom, amiben most vagyok, és azt nagyon értékelem, meg hálás vagyok érte. És szerintem, hogyha az utat jól csinálom, akkor odaérek, ahova szeretnék. Akkor is, ha még nem tudom, hogy hova szeretnék.